Köszöntöm nézőinket, önök a Terézvárosi magazint látják, azon belül is az önkormányzati perceket. Első vendégem a Terézvárosi önkormányzat rendészeti osztályvezetője, Dobos Ágnes. Szeretettel köszöntelek. Elnézést kérek a nézőktől, tegeződni fogunk, régóta dolgozunk, mondhatni együtt, legalábbis így képernyőn keresztül. Ágnes, a rendészeti osztály nagyon szerteágazó tevékenységet folytat. Elsőként kíváncsi lennék így az év záráshoz közeledve, hiszen már beléptünk az adventi időszakba, ami ugye mindig egy kicsit más feladatokat ró, akár az osztályra, akár mi ránk, hogy a jogkövető, rendbetartó, szabályokat figyelembe vevő magatartásunk változott-e az elmúlt években? Javultunk-e valamennyit azáltal, hogy azért próbáljuk ezt az emberek felé egy kicsit súlykolni, egy picit tudatosabban, mindig azt mondjuk, hogy tudatos vásárló, tudatos életmód. Tehát tudatosan vagyunk-e jogkövetőek a rendészeti osztály szemszögével? Én azt gondolom, hogy sikereket tudunk elkönyvelni ebben a témakörben is, hiszen egyre kevesebb megismétlődés van, én azt tudom mondani, hiszen azok az emberek, akik már a szankcióinknak valamilyen módon áldozatává estek, megtanulták. Egyre kevesebb szabálysértéssel találkozunk, hál' Istennek, illetve a panaszok száma is csökken, így látják az emberek tulajdonképpen, hogy mi miért történik, nem nagyon reklamálnak már olyan esetekben, ami egyértelműek. Három olyan szó hangzott el, amelyik létfontosságú az osztályok szempontjából. Az egyik a szankciók, a másik az, hogy panasz, és a harmadik pedig a jogkövetés. Hogyan épülnek egymásra a rendészeti osztályban ezeknek a kulcsszavaknak a mentén a munkák? Tehát bejelentés érkezik, vagy megfigyelitek valamilyen úton, módon a szabálytalanságot elkövető állampolgárokat? Hát, ami Újpesten is mondjuk esetleg volt a híradókban mostanában, ez a bokorban meghúzódás azért nem jellemző az emberekre. Én azt gondolom, hogy nem ez a feladatunk. A járőrök folyamatosan járják a kerületet, mind gépkocsival, mind gyalogosan, így találkoznak az esetleges szabálysértőkkel. Én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos a mi életünkben, egyfajta folytonosság, egymásra felépülés, ami abban áll, hogy például, ha egy adott területen valamilyen oknál fogva megállni tilos tábla kerül elhelyezésre, amit esetleg egy elszállítás is követhet, először mondjuk fogjuk, kimegyünk, értesítjük az ott lévő autósokat, ezt le is fényképezzük, dokumentáljuk, pontosan azért, hogy a későbbi esetleges reklamációkat el tudjuk kerülni. Így azt gondolom, hogy egy megelőző tevékenységet is folytatunk a lakosság érdekeinek a maximális szembetartásával, hiszen nagyon fontos, hogy ők értesüljenek. Sajnos a belvárosban jellemző, hogy a táblák gyakrabban változnak, hiszen mondjuk egy útfestés, egy patkajavítás, bármilyen technikai dolog történik, arról nehezebben értesülnek, és megszokásból vezetünk, nem veszük észre adott esetben azt a táblát, ami kihelyezésre kerül. Ezek többnyire azért 1-2-3 napra kerülnek ki. Nem megyünk vissza az utca sarokra megnézni, hogy mi lehet az a kerek, ami ott hátul van, hanem automatikusan örülünk, hogy látunk egy szabad helyet, és beparkolunk, és akkor ebből adódnak ugye a problémák. Úgyhogy minden esetben mi egy megelőző tevékenységként az értesítéseket kihelyezzük a gépjárművekre, és így próbáljuk felhívni a lakosok figyelmét arra, hogy itt valami történni fog, és ha ezután nem tartja be, akkor igen, jön a szankció a mi részünkről. Egyébként milyen érdekes, hogy az emberek mennyire figyelnek egymással, mindig saját példával szoktam jönni, hiszen velem is minden megtörténik, ugyanúgy, mint más autósokkal. Pont a minap jöttem be a Szondi utcába, és annyira megörültem, hogy végre láttam egy szabad parkolóhelyet, gyorsan kicsaptam az indexet, tolattam, majd mellém jött egy úr, megkopogott, és azt mondta, sokba fog kerülni. És nem is vettem észre, hogy tábla van oda téve. Egy ideglenes tábla volt, hogy rakodási terület. Nagyon fontos, hogy az emberek figyeljenek egymásra, és segítsenek egymásnak abban, hogyha esetleg abból valakinek később kellemetlensége lehet. És még volt egy másik, hogy úgy telefonáltam, ugye erre is vannak kabarétréfák, hogy nem a fülemhez tettem, nem is oda föl, hanem így fogtam a kezembe. És az előttem levő autós leállt, és nem ment addig tovább, és integetett a visszapillantók tükörbe. Fantasztikus, köszönöm neki. Igen, fölhívjuk a figyelmet arra, ami azt mondjuk, hogy ó, hát egy félperces telefon, nem lényeges, aztán lehet, hogy nem fél perc, stb. Tehát próbáljuk mi is feszegetni a határainkat, és aztán nagyon el vagyunk keseredve, hogyha azok, akik a rendet megpróbálják betartatni, hát kicsit szigorúbbak velünk.
Ez így van. Én azt gondolom, hogy egyre belátóbbak és egyre jobban hozzászoknak azért itt a kerületben is már az állampolgárok, hogy megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy nekik jobb legyen. Tehát az a megállni tilos tábla is adott esetben azért van kirakva, hogy a felfestések mondjuk egyértelművé váljanak. Kezdetben nagyon sok panaszunk volt ezzel kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy egy folyamatos terv van arra, hogy ezeket a megkopott, nem látszódó, nem annyi méterre szóló felfestéseket folyamatosan javítja az önkormányzat. Említetted, hogy a járőrszolgálat folyamatosan jelen van az utcákon. Mi az, amit ők elsősorban figyelnek? Nagyon sokféleképp feladatunk van, például a kiemelt önkormányzati területeknek a védelme, azoknak a megfelelő karbantartást akartam mondani, de ez nem jó szó. Tehát, hogy odafigyeljünk arra, hogy az állagmegolvás megtörténjen. Olyan közterület, mint a Hunyadi tér vagy a Jókai tér, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos társadalmi kapcsolatra lehetőséget adó terület, hogy itt megfelelően és kulturáltan tudjanak az emberek élni, szórakozni. Tulajdonképpen két olyan terület elhangzott, ami most a beszélgetésünkben kiemelt helyen szerepel. Az első, maradjunk a Jókai térnél, már csak azért is, mert kezdődik a karácsony, és hála Istennek idén ebben az évben van a Jókai téren karácsonyi vásár. Hiányoltuk, megmondom őszintén, az egyik legjobb karácsonyi vásár mindig itt volt. Igen, minek következménye, hogy ismételten van, mire kell figyelni, hogyan lesz nyitva, hogyan látogathatjuk? Mint mondtad, ez már megnyílt, ez a karácsonyi vásár, ugye egészen december 24-ig látogatható. Ez a Jókai utcának a Andrássy út és a Mozsár utca közötti szakasza. Hát itt is persze voltak problémák, hogy miért zártuk le nehezebb a közlekedés, de pontosan én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kellemes, pozitív része a mi életünknek. Örülünk, hogy újból megrendezésre került. Az, hogy mi volt az oka, hogy miért nem, azt sajnos nem tudom. Én már úgy csöppentem tavaly ide, hogy nem volt. Idén hál' Istennek lett. Én azt gondolom, hogy mint állampolgár, vagy mint vásárló, én is gyakran megfordultam itt, és bizony örömmel töltött el. Pont a következő kérdésem az lett volna, hogy jársz-e ilyen helyekre, akár mint magárember, akár mint hivatali kötelességet és hivatali kötelességét végző munkatárs. Mire kell ilyenkor figyelni? Mit néztek ti? És mire kell figyelni a vásárlóknak? Én azt gondolom, hogy vezetőként nagyon fontos, hogy ismerjem a területet, tehát én elég gyakran tartózkodom kint az utcán, pontosan azért, hogy észt legyem, hogy a munkatársaimnak, mivel tudnám esetleg megkönnyíteni a feladatait, mi az, ami problémát okozhat nekik. Ezeken a területeken természetesen, miten ez egy lezárt rendezvényi terület, van egy saját belső biztonsági szolgálatuk, akik a belső rendért felelnek. Nekünk annyi volt a feladatunk, hogy ezt a területet, amire az építkezők oda mennek, biztosítjuk, tehát ki kellett magyarul üríteni, itt is történt elszállítás sajnos, hiába ki volt már jó ideje cetlizve az autó, hogy legyenek kedvesek és álljanak el. Nekünk alapjáraton azt kell megfigyelni ilyenkor, hogy ez a lezárt terület olyan mértékű marad-e, mint ami az területfoglalási engedélyben szerepel, nem terjeszkedik-e tovább esetleg, a megfelelő táblák ott vannak-e, amik ezt segítik. A hivatalos árusító helyek mellé szokásos-e még, hogy illegális árusok oda telepednek? Én azt gondolom, hogy a kerületben nem annyira jellemző, nem azt mondom, hogy nincs, de hál' Istennek nem jellemző ez a dolog. Őstermelők, most ezt itt idézőjelbe tettem, mert időnként meg szoktak állni idősebb nénék, bácsik saját kis sportékával. Mit tesztek ilyenkor? Vagy van erre lehetőségük? Igen, erre is volt egy csúnya média példa, ugye, amikor a Kossuth téren idős nénit, és akkor ebből nagy port kavartak. Azt kell belátni, hogy a törvények és a jogszabályok mindenkire az év 365 napján érvényesek. Szoktak ugye hivatkozni, hogy hajnali kettőkor mit keres a felügyelő kint az utcán, és mondjuk miért szankcionál, vagy adott esetben miért hétvégén. Én azt szoktam mondani, hogy a szabályok mindenkor érvényesek. Be lehet adni jogalkotásra nyugodtan azt a kérdést, hogy változtassák meg, hogy mely napokra ne legyen, akkor azt fogjuk természetesen betartani. Én azt gondolom, hogy adott esetben mi ilyenkor nem a bírságot szoktuk alkalmazni, hanem megkérjük, hogy legyen kedves és fejezze be a tevékenységét. Ha nincs engedélye természetesen. Nincs engedélye természetesen. Hogyan lehet engedélyt kapni? A vásárterületi... Tehát ilyen kis alkalmi engedélyeket. Attól függően, ha mondjuk egy akkora rendezvényről beszélgetünk, mint itt a karácsonyi vásár, akkor a szervezőket kell felkeresni, jelen esetben az 5-10 ugye a szervezője ennek a vásárnak, és ővelük kell szerződést kötni, ott lehet náluk engedélyt kapni erre. Egyéb esetekben pedig, hogyha bárhol ilyet, akkor a önkormányzatnak a városüzemeltetési osztálya a területfoglalási engedélyt. Mennyi procedúrával jár egy ilyen engedélykérés? Habár tudom, hogy ez nem pontosan a te területed, de mégis hetekkel előre kell gondolkodni, vagy napokkal előre?
Én azt gondolom, hogy alapjáraton érdemes hetekkel előbb gondolkozni, maga a procedúra nem egy hosszú távú történet, mégis egy nagyjából egy hét átfutás azért szükségeltetik neki, de én azt gondolom, hogy aki tudja, hogy hova szeretne menni, mit szeretne csinálni, az már januárban tudja, hogy decemberben hol szeretne árulni. És ha a karácsonynál és az ünnepkörnél tartunk, akkor menjünk át a Hunyadi térre, ahol aki már kint sétált a hétvégén, az láthat, hogy a jégpálya ismételten üzemel. Hivatalosan még csak a hét közepén kerül majd átadásra, de birtokba vehették-e már azok, akik esetleg szerették volna? Kik használhatják, hogyan használhatják, egyáltalán minek köszönhet, hogy ismét van jégpályánk? Én szerintem a tavalyi sikeren felbuzdulva az önkormányzat ismét lehetőséget adott a terézvárosiaknak, illetve az ide látogatóknak, hogy ezt a jégpályát tudják használni. Alapkoncepcióban a délelőtti órákban az intézmények veszik igénybe, délután pedig bárki szabadon használhatja ezt. Én azt gondolom, hogy főleg a karácsonyi szünetben lesz ennek nagy keletje, hiszen ilyen lehetőség azért nem mindenhol van, nem minden önkormányzat ad erre lehetőséget. Én azt gondolom, hogy ebben is szerepet játszunk, hiszen itt is fokozottan figyelünk arra, hogy az ott lévő kulturáltan, nyugodtan tudjanak szórakozni, pihenni vagy sportolni. Egyébként ez egy hihetetlen dolog, ez a karácsonyi adventi időszak. Éveken keresztül édesanyámmal és nővéremmel Salzburgba jártunk ki egy kis karácsonyi hangulatot szívni. Picit más volt, mint a belvárosnak a nagy, hihetetlen pompával meglevő adventi vásárai, itt a Vörösmarty térre gondolok, hanem pontosan az ilyen kis közösségi terek, mint a Hunyadi tér, megjelentek ott a patkókészítő és a jégpályák, és gyakorlatilag minden téren volt egy jégpálya, el voltam tőle bűvölve, és azt gondoltam, hogy Istenem, miért nincs itt Magyarországon, és ez olyan boldogság, hiszen ennek az időszaknak az lenne az igazi értelme, hogy az emberek kimenjenek erre a közösségi helyszínre. Szülők együtt, gyerekek korizzanak, a felnőttek beszélgessenek, igyanak esetleg egy forralt bort, vegyenek egy kávét maguknak, vagy egy forró csokoládét, hiszen pont egy picit meg kéne pihennünk, és nem csak az ajándékok után futkosni. Mennyire vették ilyen szempontból tavaly akár a terézvárosiak, akár a fővárosiak, akik egyre többen szoknak a Hunyadi térre, birtokba ezt a területet? Elég sokan voltak, én azt gondolom, hogy sikeres volt a jégpályának az üzemeltetése. Nagyon sokan szerették, hiszen egy olyan sportolási lehetőséget ad, ahol máshol kemény pénzeket kell fizetni. Én ezt sem tartom azért olyan dolognak, hogy azok is hozzájuthatnak, akiknek esetleg anyagi lehetőségei korlátozottabbak. És ahogy mondtad, hogy hol lehet esetleg forralbort vagy bármit inni, a piac erre tökéletes lehetőséget biztosít. Ugye most kezdték a felújítását, tehát mondjuk a közlekedés volt egy kicsit óvatosabb, kell bánni, figyelni kell arra, hogy mit kell kerülni, vagy mit nem, de én azt gondolom, hogy a piac erre tökéletesen alkalmas. Ha már a piacnál tartunk, akkor a piac felújítása rátok rendészekre milyen feladatokat ró, és egyáltalán mennyi ideig, hogyan kell majd közlekednünk a piacon, tehát mivel találkozunk, mivel kell szembesülnünk, akár a hétköznapokon, akár a nagy hétvégi piacok időszakán. Jelenleg a kivitelezőnek a területfoglalását tudjuk itt ellenőrizni, hiszen ez tartozik a feladatkörünkbe, a piacnak a belső rendjéért, a piacfelügyelőség vállal felelősséget, abban mi nem szólunk bele. Alapjáraton most egy kisebb közlekedési nem problémát okoz, hiszen az úttest, illetve a járda is használatban van véve, itt fokozottan figyelni kell a közlekedésre, hogy az ugye a sötétedés hamar van, biztonságosan tudjunk lelépni a járdáról adott esetben. Fenyőárusítás ugyanúgy meg lesz a Hunyadi téren? Így van, várjuk ezt az eseményt is, hiszen én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó tud lenni a sok-sok fenyő illat között sétálni, akár nekünk felügyelőknek is, akár a kedves lakosoknak is, természetesen lesz idén is. Abban az időszakban, ami a karácsonyi ünnepkörhöz tartozik, a Hunyadi térnek az üzemeltetése, amit említetted, az oda tartozik, de ilyenkor egy picit az egész térnek a rendje meg szokott változni. Ezt ki bírálja el, hogy ez hogyan alakul el? Mely parkolók azok, amelyeket akár a fenyőárusítás miatt megszüntetnek? Akár egyéb árusok oda jöhetnek? Hogyan néz ki ez az előkészítés? Ugyanúgy a területfoglalási engedélyt tudom felhozni, amit az előbbiekben említettem. Tehát az, aki itt árusítani szeretne, szerződést köt ezt a területet bérbevevővel, és akkor ott vannak meghatározva a szerződésben a pontos feltételek, hogy mit, miért és hogyan használhat. Lakosoknak mit tudsz üzenni erre az időszakra?
ne kocsival jöjjenek. Tehát én azt gondolom, hogy nehéz a parkolás, meg lehet állni messzebb lévő utcákban. Igen, kell 3-4-5 kört ismerni, mire az ember le tud parkolni, de akik a közelben laknak, én azt gondolom, hogy egy séta, főleg egy szép téli estén, délutánon nagyon jó lehet. Eddig elsősorban az árusok szemszögéből közelítettük meg a karácsonyi időszakot, az adventi időszakot, de hát azért olyankor, amikor kimennek az emberek az utcára, kicsit felhőtlenebbül szórakoznak, vásárolgatnak, megjelenik a másik oldalon egy egészen érdekes réteg, akik ki szeretnék használni az embereknek inkább a figyelmetlenségét. Mire ügyeljünk? Én azt gondolom, hogy az értékeinknek a fokozott védelme és jobban odafigyelésen nagyon-nagyon fontos, hiszen ilyenkor pont, ahogy mondtad, felelőtlenebbek vagyunk, tehát a kiskosarunk tetejére rakjuk a pénztárcánkat, hogy közel legyen, simán, illetve a telefonkészülékeinket is, főleg, hogy az embernek több van, akkor ugye ezt is szereti minél közelebb tudni magához, és a kosárnak a tetejére fog kerülni, innen azért egy óvatlan pillanatban bárkitől el lehet venni. Bár mondjuk a múlt héten sikerem volt, éjszaka jöttünk színházból a lányommal haza, csak hogy a személyes példák nem maradjunk, és csak azt hallottuk, hogy fogják meg, mert lopott. Tehát a villamoson 14-15 éves fiatalok kapták ki egy kicsit testesebb úriember kezéből a telefont, abból kiindulva. A kezéből? Igen. Abból kiindul, vagy úgysem tud utánok futni. Tehát azért nagyon-nagyon oda kell figyelnünk arra, főleg, ha valakinek egy jobb minőségű készüléke van, hogy azt hova és teszi, mit kezd vele. Zsebtolvajok is léteznek, bár ez mondjuk én azt gondolom, hogy a kerületre megint nem olyan jellemző. Piacokon, nagyobb bevásárlóközpontokba, plázákba, én azt gondolom, hogy fokozott rendőri ellenőrzés van, jelenlét is van, oda is szerveznek különböző szolgálatokat, ők is, illetve a saját belbiztonsági szolgálatuk is fokozottan figyel erre, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nekünk kell odafigyelnünk a saját értékeinkre. Egyébként ez egy érdekes dolog, ugye, hogy a gépkocsi sokszor 2-300 ezer forintot ér csak, mert viszont nagyon nagy érték annak, akinek van, tehát ez egy hihetetlen dolog, de nem is figyelünk arra, hogy hasonló az értéke egy laptopnak, egy mobiltelefonnak, hiszen ez egy egész irodát foglal magába, egy jobb minőségű készülék, hogy mennyire más a hozzávaló viszonyunk, tehát az emberek nem is gondolják, vagy nem is gondolják végig, hogy mit veszíthetnek az egy-egy óvatlan mozdulattal, vagy a figyelmetlenségükkel. Igen, nem nagyon figyelünk oda, inkább arra próbálunk ugye figyelni, hogy a lista az teljes legyen. Ott nem biztos, hogy a listára, hanem inkább egymásra kéne figyelni. Én azt gondolom, hogy meg lehet ajándékozni egymást pontosan élményekkel is, együtt töltött idővel is. Nem feltétlenül fontos ezt tárgyasult formában közölni szeretteinkkel. Igen, itt elhangzott megint egy kulcs szó, hogy az együtt töltött idő és a minőségi idő, mert az sem mindegy, hogy ülünk és a tévét bámuljuk, vagy pedig esetleg valamit együtt készítünk. Ez főként vonatkozik olyan családokra, akik ritkábban találkoznak, vagy nagymama-unoka kapcsolat. Megint csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy amikor tudunk együtt időt tölteni, akkor arra készüljünk rá egy kicsit lelkiekben is. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen ez is a várakozáshoz tartozik. Tehát sok mindenkinek lehet az advent, a várakozás időszaka, egy picit átvitt értelemben is a szeretteinkkel való találkozásnak a várakozását előkészítendő időszak. Még egy fontos dolog, akkor, ha találkozunk egy ilyen fogják meg esettel, mi a jó magatartás? Kit hívjunk, mit hívjunk, fussunk-e utána, vagy nem, testépségünkre vigyázzunk, vagy valami másra. Személyi szabadságában korlátozni egy másik embert nem biztos, hogy jogunk van. Tehát én adott esetben mindig azt gondolom, hogy a rendőrség erre a legfőbb hivatal, aki jelzőkben. Hát az, hogy megyünk utána, mert itt is példa volt arra, hogy egy fiatalember kocsival követte a célszemélyt, tehát tud folyamatos információval szolgálni adott esetben, és mégsem okoz olyan dolgot, amivel esetleg később tudják betámadni. Én azt gondolom, hogy figyeljünk egymásra, hívjuk fel egymás figyelmét, ahogy elmondtad, hogy nem feltétlenül telefon, tömött villamos, tömött busz, nem. Használjuk ezeket a dolgokat szerintem inkább olyan helyen, ahol biztonságban van. Volt-e arra az elmúlt időszakban példa például, hogy mert valaki megakadályozott valamit, egy bűncselekményt, és ő szolgáltatott, vagy próbált meg szolgáltatni igazságot, ebből neki lett kellemetlensége.
Itt a kerületben ilyen konkrét esetről nem tudok. Én azt gondolom, hogy a médiában elég sokat lehet hallani, akár arról például, aki idős bácsi ugye áramot vezetett a kerítésében. Igen, tehát vannak nekünk is korlátaink. Én azt gondolom, hogy a rend fenntartása az nem az állampolgár feladata, az, hogy figyelünk egymásra, sokkal többet jelent. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Kedves nézők, Dobos Ágnes a rendészeti osztály vezetője volt Terézváros önkormányzata részéről a vendégünk. Sok-sok jó tanáccsal, megszívlelendő gondolattal, és természetesen azzal a felhívással, hogy figyeljünk oda egymásra, készülődjünk, gyalog menjünk lehetőleg, látogassuk a Hunyadi téri jégpályát, a Jókai téri karácsonyi vásárt, és érezzék együtt, vagy élvezzék az együtt töltött időt. Köszönöm szépen. Köszönöm.